Üdvözlünk mindenkit egy ilyen rendhagyó Content rámből epizóddal. A mikrofonoknál Csapó Gábor, Szabó Viktor és Szanyi Roland. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello. No, hogyha Youtube-on néztek minket, akkor, akkor, jól látjátok már, hogy miért is rendhagyó ez az adás. Mindegy otthonra jelentkezett most be. Ezek a technikai okok, amiért az előző éten is csúsztunk, hát ezek még valamilyen szinten mindig fönnállnak és sajnos nem sikerült Gábort ide lokalizálni Budapestre, így ezt találtuk most éppen ki. Ha jól tudom, akkor Viktor is fél lából már Debrecenben? Ah, Tiszói városban, Debrecen, igen, úgyhogy. Igen, hogy... tehát hogy te is ilyen világjáró lettél, csak én vagyok ilyen kis izépesthez ragadt. Hát pontosan számoltam hát... ki, hogy a, a, a fél hónapot nem töltöm Pesten, szóval hardcore hár, lett, turnézok amúgy. Ja, jó jó bejegyéseknek lehetett. Adódat akkor vissza kéne, vissza kéne a nem? Igen. Jó, oké. Okay. No, eh, amilyen adásra készültünk most nektek, az azt a témát Gábor hozta nekünk, mert jó régóta dédegeti ezt a gondolatot, hogy, hogy jöjjünk már egyszer úgy össze, hogy az általatok beküldött képeket értékeljük, és hogy ezekről beszéljünk, és most akkor elérkezett ez a, ez a pillanat is. Na mesélj, Gábor, hol volt ez, hol lehetett volna rájelentkezni, és hogy a következő adásban valaki szeretné, hogy a képéről beszéljünk, vagy nézzük át, akkor ezt, ezt hogy teheti majd meg? No, hát először is hogy a TFCD Hungary és a Canon Hungary csoportban tettem fel egy ilyen posztot, hogy aki szeretné, hogy a képéről beszéljünk az adásban, az legyen szíves content hashtaggel hashtag feltölteni a képet, a képeit, és némi leírással megspékelve, legyen kedves feltölteni a képeket egy külön posztba, és hát jó néhány életek is a lehetőséggel, úgyhogy most egy jó pár képet meg tudni nézni majd a feltöltött képek közül. Nagyon minőségi képek egyébként, meg kell, hogy mondjam, úgyhogy szerintem tetszeni fog nektek is. Hát na, lássuk. Nézzük akkor. Valami ízénk van ilyen tematikánk, hogy mi alapján értékeljük? Vagy? Hát szerintem mindenki szubjektívan értékelje. Objektív is lehet nyilván azért technikai dolgokat bele tudunk tenni, de én azt mondom, hogy figyelj, a képeket aztán, ami ezt jött róla, azt mondjátok. Az első feltöltő, ő német Imre volt. Hát nem tudom, mennyire látjátok a képeket, majd mindjárt felolvasom a fotókat is, hogy pontosan leírást, amit írt hozzá az Imre. Látjátok a megosztást? Azt hittem, mert valami képfelolvasó szoftvered van. Ne, de Látjátok a megosztásomat? Képernyő megosztásomat? Látjuk, lát, látjuk, egyébként. A másik, másik történet, hogy ez most megint, megint, egy dupla csavar, tehát hogy nálunk nincsenek a képek, hanem Gábor megosztotta a desktopját, és minden pogarászok ki, illetve, illetve, tényleg, én azt most az elé szeretném leszögezni, hogy én nagyon, nagyon ö, szubjektív leszek, és ezt abszolút mértékben a saját véleményemet fogom majd itt hangoztatni. Helyes. Egy, Egyetértek én is így leszek. Először nézzük a képeket, és utána vesézzük ki őket. Mit szóltok Oké, rendben. Jó. Nektek van egy ilyen, amikor, amikor néztek egy képet, én mindig egy ilyen, egy ilyen Insta feedhez hasonlítom, hogy itt most megállnék-e. Én meg. Nekem, van, nekem ez, az, ez az első. Látok egy fotót, hogy ez wow, megvan ez a wow. Én Megállok, meg. megnézem, bele nagyítok, belekattintok, ki volt az. Ha nem ismerem föl egyből a képes jússáról. Csak hogy lássák. Csak akkor megnézem, hogy na most ez a volt, vagy sem. Na itt itt én nagyon megállnék. Igen, ez. ez... Hallgatok Mikor Mikori kép ez egyébként? Hát március 29-én töltötte fel az illető, Aha. de szerintem ez korábbi kép, nem mostani. Meghallgathatjuk a, a szöveget hozzá? Aha. A képek mögött egy kis sztori, ennél az anyagnál követtem el azt a hibát, miszerint az összes nyers fajt valószínűleg figyelmetlenségből töröltem a laptopomról. E, Twitter kábellel lőttem Aha. az anyagot Lightroomba, esélyem sem volt, hogy be kell visszahoznom a képeket. Köszönjük shift -el. Kis utánajárással rájöttem, hogy a megfelelő szkriptel ki tudom nyerni a lightroom a nagy felbontású jp-eket. Így sikerült az anyag egy negyedét mentenem, illetve első és remélem utolsó saját anyag, amit jp -képekből, képekből kell kidolgoznom. Hát igen. Ráadásul egy ilyen minőségi produkció. Igen, arra. annyit írt még egyébként hozzá a fotósunk, hogy Nikon D810 volt a kamera, egy 851-es Nikon objektívvel dolgozott, a képek címe Vizio modell Ragoncsa Orsi, Smig Adriana Busi, kiegészítők Juliana In Irvana, és stúdió, kőszegi és kőszegi fotostúdió. Szerintem figyelj, nézzük még a képeket, és akkor végén egyesüljön meg, hogy kivesézzük őket. Jó? Jó, oké, rendben. Hát ez volt Jó. az első kép, ugye ezt láttuk az előbb is. Egy közelebbi fotó. Ezekben mindig bele fog majd egyesül nagyítani, jó a végén? Igen, mert nekem itt a videó tömörítése miatt sajnos nem látszik a, részlet, illetve elég sok szerintem egyszerűsítés úgy néz ki, mintha kiégve lenne, és biztos, hogy benne nincs. nincsen. Nincs, abszolút nincsen. Benne egy picit, srácok, jó? Tehát azt látjuk, hogy van egy tükörkép a fotónak, ékszelek, gyönyörű smink. Látjuk, hogy van egy tükör, vagy egy tükröződő felület. Aha, hm? hát, hát, igen, üveg, Magyar... üvegasztal hm. szerintem van hasonló, de akár hm? üveglap is Égen, lehet jó. egyébként. Ja, ja. Vagy a Photoshop AI letükrözte. <laughs> Lehetséges, igen. Nem át, én, ha... én, én, erre nagy összegeket tennék, hogy ez egy üveg volt. Protip egyébként, hogy a Plexivel nem annyira jó próbálkozni, hanem abban a pillanatban szeded le róla ugye, ezt a kis hámréteget, a, ami megvédi a karcoktól. Így van. Akkor, akkor piszkosul be tud mattulni, karcosodni, akár a második alkalomra is, tehát hogy azt tárolni. Nagy hogy Isten hurcolászni, az, az, az nettó őrület. Az üvegnek meg ugye van egy olyan jó tulajdonsága, hogy el tud törni, szóval egyelőre mondjatok, nekem még nincs meg a tökéletes anyag. Hát, nem kell hurcolászni, jó az üveg? Abszolút. Hm, igen. Nézzük a képet, mi a véleményetek róla? Hát figyelj, ez baromi jó. Tehát bár csak több ilyet látnánk, én le vagyok nyűgözve, akkor nézzük, akkor én mondjuk egyelőre kezdem a, a bevilágítással. Kezdjük. Nekem még itt a, a, mondom, Egyelőre valószínűleg a stream miatt nekem úgy néz ki, hogy a megvilágított részek, ami a nózi, hogy ez a szép berakott straszköves rész itt a, a, hölgynek a szeménél. Mondhatod közben úgy. Az arcán, igen. Jó, csak nem, nem tudom, hogy a Gábornak a, Ja, nem fog belehallgatni, ez ennyiben semmiképpen. Nem, nem Nem, nem fog. beszélek. jó? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jó, tehát, hogy látom ezeket a, a részeket, és hogy itt ne, nekem itt picit kékbe látszódnak meg a, a jobbá de valószínű, hogy, hogy nem ez a helyzet. Um, Nincs kékbe, de highlight van rajta, tehát egyébként közel van no, a kékéshez, de gyönyörűen igen. meg van világítva. Igen. A, alapvetően a smink is egy ilyen, egy ilyen valamilyen glitteres történet. A talán gyönyörű lett szerintem, rag, nagyon a kiegészítőkhöz. Igen, igen, ez, ez, ez valami nagyon ütős. Tehát ezt, ha látja valaki fotón, ugye ezt el lehet vele kicsit bíbelődni a kariája, meg egy kis ecset technikával lightroom vagy photoshop De ez, ez brutálul tud kinézni élőben. Tehát amikor, amikor dolgozol egy ilyen sminkkel, testtestéses témával, akkor ez valami nagyon, nagyon brutál. Is. Nagyon szépen világ van világítva, megfelelően lágynak látom a, a fényeket, tehát hogy nekem nagyon illik ehhez a, a kicsit ilyen ilyen művészi művészi Aha, abszolút. Aha. Tehát, hogy én ezt én, kicsit én a falra. Tehát a második szempont nálam, hogy egy megállok el, hogy megvan ez a wow-faktor, a kettes meg, hogy kitenném egy nálunk itt a stúdióba a, a lépcsőházba, és ha ez nálunk készült volna, akkor ennek ott lenne a Ez így van, mint a húzat én is kiraknám. Egyébként nekem külön tetszik a háttérvilágítás, ez a kis narancsos szín, amit itt kapott. Én minden barnának látom, ja, hogy a, igen. Hát igen, igen, inkább látom, a narácsos nem van, lehet, az. nem biztos, lehet, hogy csak én látom olyannak a ezen momentan, a de egyébként uh, stylingban is nagyon jó, a smink is gyönyörű lett, a világítás fantasztikus, és uh, azért itt meg kell dicsérni külön a fotóst, mert uh, azért uh, összhatásban, ha nézed ezt a képet, akkor ez egy ezért remek szintet. Tehát tényleg ez egy festmény kategória. Én azért elég sok fotósnak ismerem a munkáit. Az imréjét azért szeretem, mert tényleg nagyon minőségi munkát ad ki a kezéből. Nem nagyon láttam tőle rossz képet, amire bele tudtam volna kötni de szerintem a kezdésnek ez a fotó az fantasztikus. Nézzük a második képet közben. Viktor, te közben szeretnél valamit hozzátenni még? Há, igazából minőség terén kb. nem lehet belekötni, ahogy így látom, szóval teljesen rendben van. Én se tudnék abszolút. Úgyhogy profi. Arra lennék kíváncsi egyébként, hogy ez, ez a póz, ha még visszamész az előző képre, de akár itt is igen. A, nekem ez itt jobban tetszik. Tehát ez vajon hanyadik képeredménye? eredménye. lehet néha meglődi elsőre is, de hogy ez a, ez a tekintet, ez a, ez a, a le, le, lefele van, és mégis ugye ilyen hegyként tartja a, a nóziát, a vágyik váll a fölhúzva, ez a kicsit, ez a nem érdekel, ugye? Igen. Ez a mélytengeri járat, ez a szarok rája történet. Nagyon, nagyon tetszik. Tehát ez a, a, a nem tudom, tehát én egy ilyen, egy ilyen izét, amikor végighallgatja a napi beszámolót, ezt így képzelem el. Egyébként nagyon profi a modell is, tehát azt tegyük hozzá, hogy nem csak a kinézete nagyon szép, hanem nagyon profi használja az arcát, nagyon benne van az, hogy e, nagyon megvan komponálva, a, a, benne van a a a, az egész hangulata a képnek, maga ugyan tényleg modellpózó, zseniális. De a többi képen is, ha megnézitek majd a másik fotó, más világítás egy picit, lehet, nem tudom, tükrözve van mert ugye ez pont az előttes oldalon volt a világítások, de ennek ellenére fantasztikus szerintem. Az külön tetszik, hogy nincsen szétszaturálva a kép. Ugye ez a fotósoknak egy általános ilyen mostani hülyesége, hogy szétszaporálnak mindent. lehetne, akkor inkább egy ilyen, egy nagyon tudatos color paletta választást látunk, tehát inkább itt a pasztel és nem az, az egyéb ilyen játszunk. De tehát, nézzétek meg, lecés. hogy milyen szépek a színek egyébként a, a kis égszereken, a kis, kis köveken, hogy milyen gyönyörű megcsillog a fény rajtuk. Úgy van, zseniális, szóval zseniális. ezt mindenképp nekem ezt a képet. Mindig át fogunk küldeni, srácok. Jó, csak most így ez volt a megoldása. A vagy, 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 pedig lépjünk be a csoportba, ugye? És akkor keressünk rá arra, hogy... Hát igen, content rebel, no, hashtag, hát most... és akkor... Ennyi. És akkor okay. mindenki látja nagyba. Ez egy jobb megoldás egyébként, Rondi Aha. <laughs> Oké. Okay. Na, volt az első kettő, jön a harmadik kép, Roland. Ezzel gondolkozom, de ez úgy néz ki, hogy ez mindig igazi lehet? Tehát, hogy itt volt egy hosszú expo, és Persze. aztán egy belevakuzás? Szerintem igen. A negyedik képből képből kiindulva egyébként igen. Szóval... Hát, mert előre mentél. Meg is én hát. azt csináltam volna. Aha, aha igen, igen, igen. jobban látszik egyébként, mert ott van egy cibe de a harmadik kész nem zseniális pont ebből kifolyólag. Nagyon szép a textúrája a bőrnek, gyönyörű retus rajta, főleg ezek a hátsó barnás narancsos fények szerintem nagyon hozzátesznek minőségileg a képhez. Uh -huh. Főleg ezek a háttérben lévő csíkok nekem nagyon bejönnek, úgyhogy hát ez mestermunka, ez a sminkes részén is egy óriási dicséret a sminkesnek is, a modell profi, gyönyörű tekintete, ahogyan néz, nagyon profi modell tényleg látszik rajta, hogy nem a kezdte, úgyhogy hát fotósunkat meg nem kell halálra dicsérni, de maradjunk annyiban, hogy hozza tőle elvárható és tőle megszokott minőséget, úgyhogy Na, nagyon jó. Német Imre úrnak köszönjük szépen a képeket, és hát zseniális a munkája, úgyhogy nagyon szeretjük, és várjuk tovább is a csoportban a fantasztikus képeit, úgyhogy tessék bennünket megajándékozni ilyen minőségi képekkel, és a legutolsó Jó. kép is egyébként Jenny szerintem, tehát mm -hmm. uh, itt igen. mondjuk egy picit jobban igen. látszik ugye a Long Expo, de uh -huh. de szerintem ez patika. Itt már, mondjuk így, hogy itt már egyértelmű a technika, igen. Hát ja, az előző kép yeah, is yeah. talán egyértelmű volt, de egyébként... Hát ezt kép... még meg tudod meg tud oldani talán... Láttam már képeket megcsinálva utólag is Photoshop-pal ilyenre, tehát uh, uh -huh. létezik technika, hogy ezt tök jól meg lehet uh, valósítani, uh, de szerintem ez eredeti. legalábbis azt gondolom, hogy ezt nem utólag photoshop uh -huh. csinálta. Ja, nem, hát a, négyes nem, kép az elájrója, igen. De nem. ilyen igen, szempontból abszolút. nekem a négyes a leggyengébb a sorozatban, mert ott a, a tő, Kicsit többi... Kicsit igen. eltűnt a, tő, tő, tűnik a, tűnik a nem? Igen, a nem, Nem, szerintem a negyedik, vagy az utolsó kép azt szerintem sokkal dinamikusabb volt. Ott jobban megvan a bemozdulási élmény, azt az sokkal jobb. Nekem pont azért tetszik, mert ebben van egy kis dinamika. Az előzőkben nem volt, nagyon statikusak voltak a képek. Szép volt ugyan az előző, például a... pont a statikuságot tetszett? Aha. Hát figyelj, ízlések is pofonok egyébként, még profitálsz. Nagy hozzá. No, nézzük a következő képet. Uh, Vaj Zoltán uh, fel, Hunyadi Donatella van a képen, 20 félre volt a sminkes, Horváth Tamás a fodrász, és 77 ével lőtte meg egy 100 mm 2.8-as objektívvel F11-es srácok. Hát, én ismerem a fotósnak a munkáit. Maradjuk a, annyiban. A sztorit látok a bőrön. Profi a retus. És az annyira nem jön elő. Aha. Hát srácok, így kell szépen retusálni. De az előző is gyönyörű volt retusálva, de tökéletesen megvannak a részletek rajta, megvannak a highlightok, -ok, megvannak a sötét részek, van kontrasztja a képnek. Gyönyörű. Nincsen túl exponálva, mint a mai fotósoknak a 90 minden szétvilágít. Viszont ez egy nagyon érdekes világítás, mert ez elég kemény fény, és ez a. Ez a na nem a teljesen, mint hogyha mi ez ilyen rendszer akúval fotóztunk volna, de hogy ez a, ez a fajta stílus, ez most nekem eléggé kezd bejönni. Egyrészt nagyon figyelem felkeltő, nagyon kontrasztos, és ö, ugye nagyon ilyen, ö, ilyen megadja a 3D-t, meg a formákat. Egyre többször találkozom vele viszont ö, ö, reklámra készül anyagokkal. Aha. Ti láttatok már ilyet? Persze. Egyébként? Most legutóbb mentem a valami plázába, és, ö, és, szinte csak ilyen fotókat láttam. A, le is akartam fotózni és földobni a csoportba, hogy kinek mi a véleménye róla, mert hogy eddig, eddig nagyon írtóztam ellen, nem hogy fú, tudod, a stúdióvakuk, csak lágyfények vagy az ablak mellett, vagy valami, de, de megvan a hatása, mert oda kapod a fejedet, és nagyon sok helyen látom most már. Tehát tényleg kint voltam a, 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 az arénában voltunk, és maga az arénának is a, az összes szettje ezzel a sztorival lett fotózva, és legalább kettő vagy három kirakatban láttam ilyen gyereklen fotót. Hát lehet, most szerintem... ez lesz akkor a trend, ha megunták a, a lágyvilágítást, és most jön majd a... Hát szerintem jelen ja, van igaz. mindegyik, szerintem csak vannak ilyen időszakok, amik valamik előtérbe kerül, de szerintem tök jó az, én nagyon szeretem yeah. a munkáit a Zolinak egyébként, úgyhogy egyébként, nem lepetnek. nehéz. Tehát, hogy csak tudjátok, hogy nagyon nehéz, és a modellnek is nagyon uh, olyan adottságoknak kell rendelkezni, vagy neked olyan szögből kell tudni elkapni, hogy ez a fajta maszkulin világítás az jól eljön a, a főleg, főleg úgy, ezt tegyük mm. mindjárt hozzá, hogy azért uh, Uh, itt tudni kell jól instruálni is a modellt, a modellnek ezt tudni kell jól megcsinálnia is. De kell minden, hozzá minden az minden a gyönyörű okozózás, smink, igen. kell hozzá a, igen. a patika a haj, a gyönyörű világítás, és az utólagos retusálás is nagyon fontos. És ez így összességében áll össze, az lesz ilyen profi. Uh, és Én azért ezt, hár, azt mindenképpen meg. mondjuk el, hogy azért ez egy 77D, ez egy belépő kategóriás APS-C gép a Canonnál, tehát azért abból kihozni egy ilyet azért az önmagában is egy nagy mutatvány, de, de profi tehát szerintem ez biztos sokan belekötnének ilyen. egyébként a vágásba, hogy hiányzik a fele, feje, meg a haja, meg a keze, de ugye divatfotók mert ezt a lényegtelen. tehát szerintem ez kurva jó kép, zseniális. Nem, nem csak azt, hanem egy ilyen tehát hogy ez eléggé szok, szokásos. Ez, szíjük, ez így egy így amerikai headshot... Igen, egy ilyen amerikai az alap úgy kezdődik a leírása a képnek, hogy a feje búbját le kell vágnod. ez az ennyi. Uh -huh. van. Csak, csak, szólok. Hát figyelj, sárcok, nekem ez, ez be is lájkoltam, imádom ezt a képet, gyönyörű lett egyébként. Ezzel is egy, nagyon, sok mindent tudsz hozzáadni a képhez, és itt nekem is a, a dinamikát adja, hogy egy ilyen erős megvilágításban, ugye le van vágva a készfej, hogy neked ez ilyen, 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 érzéseket kelt benned. Abszolút, Fő, főleg úgy egyébként, hogyha megnézed, hogy a nyakánál a világítás, ott vagy, vala, vagy, a háttérre ment valami fény külön, uh -huh. vagy pedig a felső világítás ott csattant el mögötte, igazából tök mindegy, hogy egy világításhoz, egy plusz egy világítás a háta mögött, de hogy ad egy ilyen jó dinamikát neki, hogy a nyakánál világosabb, egy kicsit a háttér a fejét, kicsit sötétebb, kurva jó, nagyon, nagyon összeáll a kép. Igen, azt is, azt is szeretem. Úgyhogy a sminkesnek hát, de... is egy óriási nagy gratula, a Fondrásznak és hát meg az Zolinak is, mert szerintem azért uh, nem mondom azt, hogy gyakor, gyakori azt, hogy a magyar fotósok között azért érleket bedobálnak főleg a mi csoportunkban, úgyhogy külön köszönöm. Kifejezetten kép elő is egyébként a modellnek. Milyen jó a szög, látod a Nózián? azt a kis, Abszolút, gyönyörű. kis dudolt hogyne, és az hát, ki van nem hát, az Nagyon hát, jó. Hát, hát, jó. Zseniális. zseniális. Egy kis kis nózi. Meg az nagyon tetszik, pimasz. hogy nem nagyon, lett... Nagyon menő. Nem lett leszedve a highlight, ugye az arcán a járom csoltán, a fény, és ez most megint igen, egy hülye mária a, a fotósoknál, hogy mindent kipolíroznak, és ilyen laparcokat csinálnak, mert leszedik ugye a sötét, meg a világos részeket, és ilyen mindent ilyen szögényesen iratusának, ezt felejtsétek el. Voltam, ez, ez ettől volt amikor, volt, amikor ezt szerettem én is igen viszont, amit most mondtam tehát, hogy ez megadja ezt a, 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 a mélységét. A a dinamikát. A, a, a <Szor> ettől lesz ilyen három hatása. Így van, így van. Ez zseniális. Ugrik a képből. Meg az, hogy hitelesé teszi azt, hogy van háromdimenziója az arcának, nem egy lapot látsz a képen, uh -huh. hanem az, hogy el tudod képzelni a mélységét az, arcának. Uh -huh. Azt, hogy hogyan helyezkedik el az orr, a járomcsont, a fények rajta, tehát ez pont ettől lesz És ezeket a highlightokat, uh -huh. főleg itt a homlokon, a szemöldök fölött, a járomcsontnál az orron lévő highlightokat, az állon lévő highlightokat, ezeket nem szabad eltüntetni, pont ez a lényege. És a sötét részeket sem kell mindig kivilágosítani, mert pont ez adja meg a, a, képnek a dinamikáját. Egyébként az, hogy van egy kis pirosító, meg az, hogy összehozták a el, megcsináltak a kis tusvonalat, a nézés fantasztikus, zseniás az egész. Úgyhogy nagy a szintén a fotósnak. Most nagyon rám hajoltam én is erre a, a, a gyengébb ajak színekre egyébként. Ervin? Hát, hogy hogy nem, hogy... nem, olyan kirívó a, és elütő a rúzs, amit De figyelj, oszmáltak. alapvetően nem baj hogy hogyha a rúzs kicsit erősebb, mert én például szeretem, és tudom, képer is jól néz ki. Ne, nekem most ez, ami így beleolvad, és inkább, inkább, ez a stílus el, most meg én közelebb hozzám. Na, srácok, nézzük a következő képet, mi szóltok hozzá. Jó. Nem olvastuk fel a készítőt, de akkor ezt majd benincsedjük is, hogy... Ja, bocsánat. Vas Zoltán volt, Hunyadi tele volt a, 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 a modell, 20 a Horváth más, még Fodrász, és 77D 100 mm 2.8-as hobbival, f 11 per 1 125 ezzel kezdtem, de semmi van. gépre emlékszem. Uh, uh, mindenkit egy utólagos elnézést kérek egyébként. Fél 11 van, amikor ezt rögzítjük. Tudod, semmi itt már régen, régen a pizsomát. Na, stárcok. Uh, Tamás, volt nagyobb adásból, hogy emlékeztek rá, uh -huh. és uh, annyit írt, hogy az első éjszakai fotózásuk volt, csak a Pentax K70 gép és egy Pentax 51 as objektív, meg az utcai fények voltak -a fotósunknál, és... Ezt, ezt így, megmondtam volna egyébként, hogy ez, ez a gépnek a, a született, meg valószínűleg egy valami a lámpa alá állt, a, ahol, ahol főfénynek lehetett használni a, a az utcavilágítást. De jó jól meglátta. Aha. Nem jellemző egyébként. E, másik részről meg, e, jó, most a post el, de egyébként az, az abszolút nem jellemző a mai fényképezőgépekre, hogy viszonylag rossz fényviszonyok közötti jó képeket csinálnának. Pedig azért a Pentax azért nem arról híres, hogy olyan extrém fényképezőgépeket gyárt, de szerintem az egy tök rendben, de... tök jó kép. Én alapvetően... biztos vagyok benne, igen, hogy a Tamás sokat dolgozott azért, hogy nézzétek meg a hátteret, tehát hogy ott nem a feketéből is visszahozta, tehát hogy kicsit dolgozott rajta, hogy az inkább szürke legyen, Aha. de hogy, de hogy ki tudjuk venni még, és nem teljesen ilyen sötét a sztoriba megy bele. Bár megnéztem volna úgy is egyébként, lehet, hogy nagy a kontraszt most Lentem egyébként mit... a, a... Itt szerintem végig ki van modellök. világítva az utca. Szerintem is ki van világítva Na, Persze, mindeg, mindig, mindig, csak valószínűleg sokkal sötétebb lehetett. Nekem például az nagyon tetszik, hogy a modellnek a tekintete, a kéztartása is tök jó. A, ami a háttérből jön egy fény. Ott de meg... nagyon, nagyon profi, igen. A lá, látszik, hogy a háta megcsinál egy kis fény, ad nekik is ilyen élet. Szerintem az tök hmm. jó rajta, meg a lábán is látszik egy picit. De hogyha megnézd az árnyékot a lábán, akkor igazából uh, van egy keresztvilágítás. Három, három, fény. Három meg fény, van, van három fény, így igen. van, így van. Úgyhogy... Uh, Tamás, ez egy, ez egy, csalás, ez egy három lámpás lett így. É, így van. Lehet, hogy csak a lámpákat nem látjuk egyébként, meg vitt magába vakukat. Nem egyébként. Mondjuk, a... persze, igen. É, tipikus mondjuk, én... annak tetején Eset? azt a lila fénycsóvát, azt kiszedtem volna egyébként, mert az nagyon odahúzza oda a szemet. Hát engem is oda húzott, de egyébként nem zavar abszolút. Nem, nem, nem. nem. A, mellette ott van a zöld, a, ilyen kontrasznak, Aha, és abszolút. ilyen kis, ilyen kis varázserdőt csinál ebből a sima egyszerű izéből. Igen, is nekem is egy picit hozzáteszik, mint hogy elvenne belőle. Ha? Nem, az jót. Nekem hmm. is tetszik. Ilyen szép vádia van a lányzónak, szépen látszik, hogyan így be van feszítve neki tök jó. Mondjuk a, a kis táskány egy kicsit zavar, hogy így belerondít a képbe, mert olyan kitakarja a csípőt, feneket kicsit, de fenet ugye nyilván ez volt a koncepció, valószínűleg csak sétáltak, megálltak egy képrést, ahhoz képest meg tök jó lett egyébként. Hát igen, egyébként az tipikus, hogy ha jó szemed van, akkor meglátod a viszonylag rossz környéken is a jó szituációkat, és lekatintasz vele. De ez szóval nem volt. az első alkalom, tehát írtál a hogy az első volt, és ez, amikor hazamész, előveszed a képeket, és talán marom jókat, és ott szidod, ütöd a fejedet, hogy valami belóg volt, valami ott volt, ott a... volt egy izé De ez tök jó, egyébként, hogy írta is, hogy az első éjszakai fotózások volt. Hm. Mondjuk azért megnéztem volna több, több képet, de szerintem tök jó. Nyilván azért itt azért egy nem rákészült fotózásból túl sokat várni nem lehet. Tehát ezt mindig el is mondom, hogy akkor tudsz igazán minőségképeket csinálni, hogyha picit rákészülsz, akár helyszínnel, ötletekkel, pózokkal, világításokkal valamivel. Hát meg a világítás a legdurvább, mert akkor tényleg van kezedben nagyon sok eszköz, amivel tudsz módosítani. Így van, égy van, égy van. Itt, itt, itt meg csak annyi, hogy értem be tudod pozícionálni már, ahova tudod, meg ugye a kamerád is eléggé be tud korlátozni, hogyha, hogyha a technika is olyan. Nos, tárcok, nézzük egy következő képet? Mindenképp. Kós Karolina, Canon 6000D, Sigma 150 mm 28 Kettőről a képet töltött fel a hölgy. Hát, hogy látom, ez egy, ö, egy lámpás szembüli világítás. Nem tudom, hogy a háttér kapott-e valamilyen fényt. Talán nem. Ö, nekem picit sárgának tűnik a kép, nem tudom, hogy ti mi ennek látjátok. A másodikat igen, az elsőt annyira nem. Igen? Mert érdekes, igen. Ö, valószínűleg több ö, fény- ö, dolog szólhatott bele, mert ö, amikor a főfény az egy kicsit. Ö, ilyen vakusabb, világosabb, vagy mi ez hidegebb fény, és ami árnyékban van, az pedig a, itt most a képen nekem, ami ez jobb kezem, a jobb oldal az igen egy picit sárgásabb a bőr. Aha. Nekem igen, itt a mell részénél is sárgább. Igen, ott, ott, igen, igen, igen cicinek az egyik fele az, az rendes színű, és a másik meg egy picit. Meg nekem a második képen a hajnál is nagyon tűnik. Az egyébként kimondott, tetszik a másik képen, hogy nem középpontra van rendezve, és az se zavar, hogy belevágott az arcába a modellnek. Nagyon provokatív. Tehát De ezt abszolút, nem tudom elképzelni, abszolút. hogy ez az egy ilyen figyelemfelkeltő történet. Tetszik egyébként. Egy alapvetően viszont egy dolog, mar. ami engem zavar, azt tudjátok mi? Melyik képnél? Ö, mind a kettőnél ugyanaz zavar. A pupilla nagysága. Ugye sötétben fotózott, nem tudom, mi volt fontos a megvilágítás, lehetett akár rendszervaku is. Lényeg annyi, hogy a villanáskor ugye elkezdett szűkülni a pupilla, vagy eleve fotózott, de hogy nagy tág a És Aha. ugye a szemszín nem annyira látszik, és a második képen még, még nagyobb a pupillája, Igen, ott és ott, ott, ott még kevésbé látni. látszik ugye a szemszín. És Próbáltam bevilágítani egy négyzet alakú fényforrás. Hát egy téglap, ez egy 60 téglap, egyébként. De mm, hogy alapvetően szemben. engem az zavar, mert én régen is kép, csináltam ilyen képeket, és nagyon sokszor megkaptam, hogy miért nem látszik szépen a modellnek a szem, és azért, mert sötét volt a terem, ahol fotóztam alapvetően. És mm. ugye ez engem egy picit zavar, mert én is ilyeneket csináltam régebben, és azóta nagyon figyelek arra, hogy a szemszín az patikán látszó, hogy extra szűk De egyébként nekem az alapvetően a vörös az nagyon tetszik, én alapos nagyon szeretem. Picit ennek ma a retus az sok. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Én most közelről nézem a második Pró, képet. Já, próbálok, próbálok, nagyítani. Aha, én is. Hát én nem tudom eldönteni, hogy ez most a Facebook e, algoritmus. Hát Igen, pont erre gondoltam. Lehet, hogy Aha. nem a retus sok, hanem a Facebook elcsapja a részeket. Bár az előző képeket nem annyira rontott el. De például a szemet nagyon élesnek látom, ugyanakkor hm. a, homlokot például, meg a szem alatti részeket már elmosottabbnak, de ha megnézed a száját, az meg elég erősen textúrált. Tehát lehet, hogy itt inkább a retus csúszott meg egy picit erősre. Ami egyébként Igen, a, a mai trendek megfelelő... meg, 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 az agyak is az nagyon, nagyon kontrasztos és éles. A többi pedig akár direkt is. Nem tudom, milyen obival lett fotózva. 105 mm azt olvastam, de mindjárt mondom nektek, Sigma 105-28-asra lett fotózva. Hát ez egy elég optika hát... egyébként, tehát az nem is enne baj szerintem. Viszont viszont tudjátok, mi zavar még? Az első képer itt a melltartó megvágja a hónaljánál a modellt, ott van egy, -egy kis jó, az Engem Aha. mondjuk egy picit zavar, de értem a problémát, én megmondom őszintén, ilyenkor nagyon szoktam figyelni rá, hogy próbáljuk meg úgy helyezni a modellt, ez vagy ne látszódjon, vagy ne essen a képre rá. Mert a, a... Más, hogy a fény, fény nem eljön ennyi, ennyire ki. Igen, az az egy, ami zavar. De egyébként nekem tetszik, tehát hogy nem látom a tetszik az, hogy a stylingben tettek egy kis csavart, hogy van legyen kesztyű a modellen, és tettek rá még egy kis gyűrűt is, tehát ez tök jó. Uh -huh. uh, nem tudom, hogy ez egy glamour fotózás volt, -e, tehát hogy ez alapvetően egy fehérműs fotózás volt, amit kiegészítettek, vagy ez egy uh, olyan ruha, aminek a felső része, tudod, egy kis spagetti pántos, olyan és akkor lenne, aha. igen, aha. igen, igen, de, de tetszik egyébként a styling. Talán a csuklónál zavaró az első képen az a nem tudom, óra, vagy nem tudom, mi látszik ott a uh... Karkötő lesz szerintem. Karkötő, Karkötő esetleg. Az, az picit zavaró, de egyébként a modellnek a tekintete, az arcformája, Tök jó, tehát nagyon tetszik, meg szerintem ez a kéztartás is jó, meg a másiknak ez a provokatívság, ez tetszik. Tehát, hogy hmm. így elhelyezte a modellt ugye a jobb oldalra, nincsen központi szerkesztés, a keze picit belóg így oldalról, tök jó. Végre nem Ogyan egy De félsz, igen? Tehát, hogy eléggé, -e, eléggé. -e. Az is tetszik, hogy a modell ilyen mereven néz, tehát, hogy végre valami hmm. nem ez a kamerába bámulok, mint a modelleknek a 80 vagy 90 hogy bal néz nézve a kamerába. Ez, ez kimondott tetszik. Egyébként itt, mintha a másik képen egy picit több textúrát látnék a homlokon. Például lehet, hogy megcsúszott ott a Facebook miatt, így elcsapta a részleteket, vagy nem tudom. De ez, jó, ez jobban tetszik így. Viktor? Hát mondjuk én a színezést máshogy nyomtam volna, de az nyilván ilyen ízlés. Az, dolog, az a baj, lehet, hogy szóval... a monitor rosszul van beállítva. Én erre gondolok, nem, mert, mert szerintem... nézem közben telón is. Nem, a, két, a két, kép között nem, nem, nem. Tehát, hogy a sorozatként ugye mások a színek. Igen? Tehát, amit ez eddig, eddig éve láttunk, igen, hogyha volt több kép, ugye, akkor hasonló uh, színvilággal, meg, uh, meg, utómunkával volt. Itt uh, két, uh, két, nagyon különböző a világításban is látszik, kontrasztban is látszik, meg a színekben is uh, van eltérés. De nem baj ez egyébként, két teljesen különböző kép én nem is így sorozatként kezelem, vagy látom őket. Igen, ez a de második mi, ez nagyon durva. De mi, mi, nagyon, mi, nagyon, mi, nagyon megállít. És Amit, egyébként tudjátok, hogy... nézve is máshogy színeztem volna. De mondom, én, is, én is, is én is, dolga. Picit sárga nekem az egész. Én. Igen, igen, igen. Vagy zöldes sárgás. Egyébként tudjátok, melyik kép készült előbb, és melyik utó... Utol... később? Megmondjam nektek? Hmm, gondolsz? Nem. Lennan. Na mondd, mire, mire gondolsz? Ha megnézed a modellnek a száját, az első képen le van jövő már a smink a szájáról, ott már kicsit ki van cserepesedve, az első képen viszont tökéletes ja, aha, aha. a rajta. Most kettő lehet, aha. vagy utólag kirúzsozták a modellt még egyszer, vagy az első kép, aha. az első között készült a második kép, és aha. a második kép a vége felé készült. Szóval nem tudom, de hogy alapvetően jól látszik, hogy a szájnál ott belül van egy belső kontúr, aha. ott igen, már lejött a smink igen, igen. róla. Nálunk is gyakran van a fotózás, hogy nekem ennyiből szerencsé hogy a párom, ugye sminkes és otthon a fotózásokon, mert mindjárt küldöm ki a modelleket, hogy na, akkor most egy kicsit ráigazítunk, de, hogy alapvetően látszik, hogy nem ugyanolyan a két száj smink. A személy nem változott, de a száján igen, úgyhogy. De egyébként tetszik. Alapvetően a modellek a tetkó egyébként nagyon érdekes, hogy látjátok, hogy akár a tetkó. Igen, 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 igen. Jó, nézzük következő képet. Köszönjük szépen a képet egyébként, Karolina. Nézzük a Canon Hungary-t. Nem vagyok tag. Nem vagy tag. Na, lépjél gyorsan. Viktor, Viktor, Viktor. Ez kemény volt, igen. Tessék, jelentkeztem. Na, most elfogadjam szerinted, Roland, őszintén. Ezek után igen. Még a igen, is. Igen, gyorsan nem volt még elfogadva a jelentkezés, nem? Ez így van, ezt jól látod. Kérdődöm, Elfogadtam, ugye? Jó, szuper. Okay. Biztos igazoltam. Oroszári Szabó Péter. Karjuszel a 1 már 2, 70 mm 2, vagy 7228 LIS 2 essel lőtte a képeket. Én már néztem ezt a sorozatot egyébként, nekem gyerekkori osztálytársam a fiatal ember, úgyhogy is a munkáit. Hát mondjatok ti véleményt, én majd mondok utána. Ugye van, vannak, vannak brutál történetek, ami mondjuk, már én megnézem a 20. fotó, elnyitom az elsőt, mondjuk az első ami nekem baromira bejön a, a, a szín. Annyira annyira jó a naplementés történet, ahogy a, a, ugye a paciknak itt szépen a felvert por gyakorlatilag ilyen, ilyen jelenik meg itt Zseliális. a a napfényében. Zseniális. És emiatt, emiatt annyira szúrja szem az a rohadék izé villanypózna. Aha, én, nekem is. Én, én azt mindenki Nagyon eh, csapja képet egy ez, Igen, ez, ez, a tökéletes kép visszaízébe a, persze látom a ruhákon, de visszaizébe a, vagy vagy valami és az a, az a, villanypózna nekem nagyon, nagyon brutálisan fáj, fájdalmas. Még ez a, a nap, nap, előtt az a lámpa még annyira is zavar. A, az is valamire, zavar. Vezetékek, <coughs> valamire vezetékek. azok, azok, azok kinyírnak. De tülyet, annyira te... kihoz ebből a flowból, nem? Egyébként baromi jók a színek. És azt látom, hogy, hogy a művész, művész úr itt szabadon kísérletezett a, a, a színekkel, és a is az nem, nem ugyanez, mint egyik. Na, a fotónál, is de így van ez az ember, és aztán mondja, szépen rá arra a stílusra, amit, amit szeretne. Na érdekesen, nagyon különbözőek a képek, nem? Tehát, hogy... Hát ugye valami túl exponált egy picit, és akkor visszahúzta valamennyire, de nyilván a, sárga kér, sem ugyanaz megint, rajta. Megint, igen, zsani igen, zsani igen, igen, Aha, igen, Tehát ez, ez, ez megint díjnyertes. Valahol kicsit piros lett a végeredmény. Hát nem egységes, annyira értem, 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 értem. Nem baj az egyébként, csak akkor, akkor nézd meg, hogy melyik. A, ah, nézd, van, van, van én is esetleg külön vackolok vele, esetleg nem ugyanaz nap készíted. <laughs> az, is, az, is, még lehet a, a azok, ok, és akkor nem veszed előre az összeset, hogy átrakd vagy csinálj egy prezetet a, a de, de nincs ezzel abszolút semmi gond. Csak tényleg mindegyiknek más a, a stílusa, meg a hatása. De ez a harmadik kép, ez, ez megint nagyon jó. Itt, itt azt a kis villanypóznet tényleg egyszerűen ki lehetett volna szedni, és minden más teljes mértékben akkor oda oda tesz. Nagyon, nagyon jó. Vagy jó, mákja volt, és pont ugye így, itt a pacik, ö... hogy ezt így szerintem itt, hogy így Szerintem meg volt, a, hogy, hogy, mi a koreográfia, és akkor a fotós meg, meg belefotozott, de a, a hogy alapvetően nekem, mert láttam ezt, és tényleg, amit mondtál, ez a porfelhő alattuk, azok a sziluettek, a naplemente, a színek, tehát fantasztikus. Én ezt simán nem a falra egyébként, hogy az elő, előző előző Amit gondolatot viszont Amit tényleg nem, zavar benne. görögök így. Ja. Abszolút. A félistenek itt belovagolnak a szedbe, és a, a én, az, az, meg az meg zavar, hogy ez az, az oszlopos de egyébként meg, között, meg a az, az a baj. Nagyon Nekem itt, amikor a központi tényező egy modell, hogy és mögötte jön kettő-három lovas, ott nekem nagyon sárga lett és világos, egy picit az kicsit zavaró, mert az előzőekhez képest ezt túl világosnak tartom. Uh -huh. Ott jobban tetszett, hogy inkább szírolet volt, és nem látszott annyira például a modell. Uh, utána már, amikor ketten vannak a lóval, az már sokkal jobb. Ott viszont uh -huh. túl sárgának a képeket. Igen, igen. Lehet, hogy az monitorom szar egyébként, mert ez a régi laptopom, de alapvetően azt már kicsit soknak érzem ott a sárgát. Uh, amikor egyedül van a hölgy a képen, és néz a távolba, vagy egy a kép, az is nagyon tetszik. Ott is sötétebre húztam, volna se volna ki. Uh, vagy a tudja, lehet, hogy így is jó, igen. de a ló, amikor egyedül van a lovas a lóval és bemond abban a tor felhőbe, azon uh -huh. patik az a kép, az valami hihetetlen jó. Hát az, az, az zseniális. Uh -huh. készít, é, az készít, azon az odaéri vagyok érte. Egyébként uh -huh. én, én ezeket látom, a képeket megnézem fekete-fehérben is, mert szerintem ezek nagyon működnének fekete-fehérben, főleg egy erős kontraszttal, egy ilyen féle erősebb kontraszttal szerintem brutálisak lennének. Megértél a feketét, melyiket? Kicsit még túl is jól nem, tehát én ezt a nyom nyomnám még bele. A, melyik volt ez a film? A gyönyörű. Nagyon kihoznám a kontrasztosra ilyen, ilyen, rajzfilmszerű vagy, vagy képregényesre. Melyik volt ez a film? É, Sin City de, volt, no. emlékszem? Mindegy, nem, egy hát az, az, mind, ő olyan képeket elkapott, szerintem, kép, szerintem, szerintem a fotósok 99 a életben nem fogja neked csinálni soha. Tehát ez nagyon ott el kell kapni azt a pillanatot, meg ami nagyon fontos, hogy azért el kell tudni dönteni, hogy mi, az a, mi a prioritás a képeken. És sokszor járok így, hogy elmegyek le a Balatonparton fotózni, most pont volt egy ilyen, nem egyébként ezt elmesélem gyorsan, lementünk Balatonföldvára fotózni Balaton a kikötőbe, és úgy voltam vele, hogy vittem magammal vakut, AD200-as vakut, mondom, kivilágítom a modellt. De ott voltam, és láttam azt a, azt a milliót, ahogyan kinézett ez élőben, és úgy voltam vele, hogy egyszerűen természetidegen a vaku. Meg lehet vakózni ah. nagyon lágyan, de akkor, sem, akkor, is látszik, hogy kicsit természetidegen, és képzeltek el, hogy végül úgy döntöttem, hogy vakut hagyom, és rábízom a fényképezőgépnek a dinamika tartományára a képeket, ha. hát brutálisak lettek, és jobban tetszik, mint a vakus esküszöm nektek. És uh, itt is pont, pont, ugyanazt érzem, mint én szenvedtem, mert uh, ugye kivilágosodta az arcot uh, nappal szemben, hogy ez sötét kép volt, és hogy az 1DX már 2 megvan a szenzor technológiája ahhoz, hogy ebből azért nyilván 3-5 eféket lehessen pusolgatni. Itt, uh, itt, nem volt vaku szerintem. Itt nem volt akkor egyértelműen, viszont utólag felhúzta a képeket. Viszont Ilyen, itt elveszett az a hatásom, meg volt az előzőeknél, hogy meg volt Aha. az a sziluettje az egésznek, és ez és, az és, a sötétben burkolózó személy, hogy ki lehet olyan a képen, meg milyen ló, jó, ló lehet a képen. E, így viszont nekem már túl sok, és lehet, hogy én itt is azt csináltam volna. Ne, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én sötétben jobban el tudtam volna képzelni. Hát igen, kicsit természetellenes, hogy látod, ugye? Igen, viszont abban gondoltunk hogy itt egy. ez, a, ez nem, nem hiszem, hogy a fotósról szólt ez a sorozat. Hanem, hanem lehet, hogy megrendelés volt, vagy pedig úgy átadod majd a képeket a, a, a lovasoknak, és ők meg bizt mindenképpen szeretnének olyan képet. Hát nyilván egyértelmű, persze persze persze, 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 hát persze. Én, Mindegy, ha elengeded a kreativitásodat, és teljes mértékben te irányítasz, és itt rólad szól a sorozat, akkor ez egy más történet, mint hogyha mondjuk utána csinálsz olyan képet is, amit ha megkiretusáltál, odaadod az ügyfélnek, akkor berakod ebbe a, a szedbe. Mindegy. Ettől függetlenül egyébként maga a lónak a fejtartása lefele van döntve a feje, x a lábai, maga lépés közben alattak is. Korfelhő, tehát egyszerűen félelmetesen jó ez a kép egyébként. No, nagyon jó, nagyon zseníves. Tehát azért Péter nem most kezdte azért ezt hozzá kell tenni, tehát ő régóta fotóz ilyen lovas sztorikat, úgyhogy van benne gyakorlata. Ráadásul azért a gép, ami a kezében van, azért az egy, egy amatőr kategória, tehát azért neki most a rendelkezésre áll a tudása is, meg nyilván a technikája is, hogy ilyen képeket el tudjon készíteni, úgyhogy... Na, nézzük a következőt. Várjátok, Kert... Kert... A... Ja, hogy még, még az utolsó képről, tehát ha megnézzük az úcsót, az Hát melyiket? melyiket? nekem még kettő ne van vissza. Három, bocsánat. Ja, van, van, egy, amikor a pacik feje majdnem összeér. Igen, az brutál. időzítve lett, nagyon jó. Ugyanezt látom viszont, hogy én itt elengedtem volna, nem, nem hoztam volna ki a modelleket ennyire aha, én láthatóvá. Póznák ezem mindig. A színek itt nekem, nekem, nagyon eltaláltnak tűnnek. A, nem a látod túl pirosnak egyébként? De de, 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 tetszik. De, hogy ezt tetszik, aha. Ez, ez inkább, inkább, azt látom, igen, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen láva lávatenger van a háttérben, és találkoznak. De fel, a... ugye, lehet, hogy én a sárgában jobban tetszett volna, nem tudom. Nem fura, hogy itt piros az egész? Vagy csak az én monitorom Apo... piros? Mert nekem nagyon piros. Apokalipszis ló. Inkább narancsárga nálam. Narancsárga? Hm? Lehet. Jó, mindegy. Az biztos, jó, hogy az, hogy a... kettőnek a feje össze, ez a... zseniális. Igen, igen, igen. Meg nagyon, nagyon szépek a pacik is. Van egy mobiltelefonos fél, kép. kép. Azt, az nem is illik bele, tehát az Nekem egy, egy verk, verkfotó, nem? Utolsó kép, az ja, meg egyedül hát egy, egy lovas. Igen, 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 az meg zseniális. Ingenier is. Na, nagyon, nagyon eltalált képek egyébként. Uh -huh. Erika Molnár ellátotta egy képet kontentábel hashtaggel, Balatoni életkép. Egy bács éppen horgászni készül a Balatonon. Szerintem éppen a horogra akasztja fel a talán súly, nem tudom, mit akasztán, éppen nem látom. Hát ez egy tipikus Balatoni életkép egyébként. Uh, hát, én nekem, ez, nekem ez, egy sajtófotó. Nekem, nekem ez, 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 ezen, ezen tovább, tovább, gurulok viszont. Technikailag teljesen jó, szépen el van most már háttér, tök jó a színek, tökéletes sajtófotó, ennyi. Hát, hát, mehetünk tovább. Engem egyetlen egy dolog ez zavar, ez a... megmondom őszintén, tudjátok mi az? Hogy hmm. uh, ugye egy baltoni életkép, de a alig látszik valami, és nagyon központi. Ja, igen, a... igen, igen. Ezek, Ez egy, még folyónak tűnik nekem. Tehát, vagy megnézed? Hát, ez nem, majd látom Balaton, mert itt lakom, és látom, hogy ilyen a Balatonpart, de hogy a, magában azt, hogy a bicikli nem mondjuk annyira nem érdekel, hogy benne van, de mondjuk a bácsi meg a Balaton jobban benne lehetne. Tehát, hogy ez egy, ami egy kicsit úgy, úgy hiányosnak érzem a dologban, de maga, amit elmondtál, technikailag tök jó a kép, egyébként talán hm. én nem, nem centralizáltam volna ennyire a képet, hanem egy picit jobban a Balatonba lehelyeztem volna de értem, hogy azért tette bele jobban a biciklit, mert hogy onnét jön ez a bot, ugye igen, ez akkor a megmond, és meg akkor meg lőve. Tehát meg nem próbál, próbál, hogy mit próbál, csinál, csinál levágni, igen, de akkor meg, akkor meg ki kell vágni belőle, mert igen, hogy igen, igen, egy igen, bot igen, valahonnan... igen, ja, ja. De egyébként... Hát igen, mondjuk itt egy... Itt egy helyszínválasztás az megdobta volna, mert vannak olyan stégek, amik így belelógnak a Balatonba, és akkor ott viszont lehetett volna olyat, hogy előtte és ez... meg mögötte is Balaton Aha. van. Hát jó, csak és a bácsi ugyan, nem ott volt. Ott volt. is szoktak horgászni. Nem ott volt, érted, tehát egy mászkásszal ja. a telefonod, odamész, megkérdezett, hogy kezét csokolom, akkor itt lehet egy fotót lőni. Jó, hát így, így jogos. És akkor nyilván, Minden, hogyha nem, beszélsz így, vele, akkor... Ezek akkor igen. Jó, hát ha beszélsz vele, akkor meg lehet neki mondani, hogy... Tehát, ha le van szervezve a fotózás, de így, ha csak egy ilyen hmm. idézelesen street hmm. fotó, akkor, akkor nyilván nem tudsz mit csinálni. Rángathatod a stékhez, ott nem kapnak a halak, akkor ennyi. Ér. Ez így van. <gül> Igen. <gül> Mindegy, nekem, nekem tetszik a kép, annyi, hogy mondjuk nyilván nem őszi vonalon kell gondolkodni a képben, hanem tényleg ilyen sajtófotó, <laughs> riportfotó jelleggel. Ja, ja, ja. Jó. Nézzünk következő képet. Miklós András, Kismarosi Dunapart, Canon 6D 1740 F4, három képből HDR Hát, srácok, úgy kivágnám a farra, mint a húzat. Nagyon szépek a színek. Brutális. De én, hol van benne a HDR? Igen, ezt akartam én is mondani, hogy ez HDR-nek szerintem kevés. Tehát, hogy mm. ez, egy ez az egy, én egy expóbom meg tudom. Amennyire szerettem az elején annyira, annyira izét fázok tőle mostanában. Én is. Egyébként megmondom őszintén, hogy abszolút nem hogy HDR vagy nem. Olyan színei vannak, hogy sima mehetne a falra. Igen, Gondolkodás égen. nélkül jó nagyba. Elnézegetném minden nagyon reggel ébredéskor. Pont, pont a középpontban. Szerintem zseniális. Van egy, a tükröződés. Tehát nagyon, nagyon jó Nyilván azért ilyen van. Lila színek nincsenek azért a napra mentén, meg a nap felkeltében se feltétlenül, de, de akkor is olyan hatása van, hogy fú, gyönyörű szerintem. Egyébként nem, nem biztos, képedjön. hogy jobb lenne. Képedjön, Abszolút. Egyébként nem biztos, hogy jobb lenne, hogyha kéne világos a sötét rész. Biztos, hogy nem lenne jó. Én de de, mennyi, az az mondom, hogy ez, mondom. ez igazából egy igen, expo. Igen. Szóval így jelen Nem biztos. Nem, lehet három én... expo, hát, csak nem hoztak ki a sötét részeket. Nem hoztak ki. Igen, így van, van. Tehát, ahol, ahol, látom a hádért, ha megnézed, akkor ez a fönt a, a fáknak a, a lomkoronája. Tehát Aha. szerintem ott, ott volt a... Egyébként, Tudi, meg esetleg ez a hegyvonulat még lehet, hogy nem ennyire. Bebukott volna jobban, hogyha mondjuk az alap dolgokat... A nézzük. lehetséges, igen, 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 igen. Ját, meg az ég, ott, ott még. Hát nem tudom, de meg nem az, hogy nem a HDR, tehát, vagy hát nincs világ. Hát engem se, csak azt mondom, hogy kicsit fölösleges, hogy HDR, mert hogy egy, egy Úgy, is meg lehet lőni. Nagyon, <laughs> de amúgy meg jó. Nagyon, nagyon, sokat nagyon sokat változtam. Tehát én, én nem mondom, hogy imádtam, de hogy azért el tudtam mit csodálkozni a itt a HDR képeken, és nagyon tetszett. Meg, meg a, én telképszerelmes voltam annak idején, és ez most nagyon átment a portréba. Tehát, hogy jó, oké, 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 látom, nagyon szép következő. Tehát, hogy, hogy valahogy nem, 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 ragadok le egy, egy, egy bármilyen tökéletes, brutális címlapra, meg ugye bárhova óriás plakátra való fotónál is, hanem, hanem most valahogy más az ingerenciám. Srácok, én megmondom őszintén, engem azt érdekel, ha nem HDR, azt érdekel, ha HDR, ránézek, gyönyörűnek látom, kicsit ilyen meseszerűen, álomvilágszerű, tetszik, hogy van egy tükörképe az égnek. Ecc, uh -huh, ecc... van ez és a nekem ez bőven volt, elég, ne, ne, nem gondolom ez túl, szerintem ez tök jó, én simán kiraknám Ennyi. a falra. Ben, Ránézel, a... igen, Barom, barom jó. Ja, abszolút megfogtad tök jó. Nagyon tetszik, úgyhogy köszönöm szépen el, a képet. Rá, 10 pont, igen. Jó, srácok, mehetünk a következőre? Aha. Uh -huh. Takács Gergely, uh, Hadik verkfotók itt van minden. Hát srácok, én kaptam már képeket ez... régebben, mert én szoktam beszélni az úriemberrel. Annyit infóban, hogy itt RF sora van szinte az úriembernek. embernek 3518, 8512, EF 7200 Mark 3, 100, 400 Mark 2, és egy Canon R6-a váz. Hát brutálok a képek. Ezek festmények. Ez, ezek, ez egy kettő olyanok köztük. Hát az első kép, mondjuk, az autóban ülnek, az, az mondjuk maradjuk, hogy a pont, azt nem is ezt tovább. De a másik fotót, ha megnézed ott a hölgy a kislánya. Nekem nem az az első. Melyik az, az első? Látom egyébként tök furi, hogy még állásul. Melyik az első neked? Nem is. Nekem a pisztolyos. Pisztolyos. Ja, hát rossz, rossz sorozatot nézek, már. Na, azért mondom, biztos az a másik. Gergely, -ger 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 kétszer van. Égy jó, van jó, így van, okay, így van, okay, így az elejére. Jó, oké. Tehát ott az első kép, ahol van egy autóval ülnek ugye a Szabó Győző színész, meg a társai, az nekem ott semmilyen, azt nem is tudom, hogy Nézzük a másikat, a két hölgy egymással. Figyelj! Ez a Győző? A Szabó Győző. Hát jó, ilyen. Olyan, olyan vagyok, hallott, hogy egy ilyen izében, meg barókában nem ismerek már fel embereket még Nemrég voltálunk egyébként, két vagy három hete. Na szép, és így nem ismered meg. Hát az. Ja, ja, ja. Rólad? Na mindegy, nézzétek meg a második képet? A hő, két az els, első kép jobb, tök mint verk, szóval, hogy ja, úgy, mérség, mérség, helyzik, helyzik. Nagyon, De, nagyon durva néz meg, tehát hogy ez, ez, ez brutál. A gyerekek R6, ezt nem kell túlcifrázni. Túl hát ez, Ennyi. Figyelj. <laughs> szerint, ez a... Szeremel, ott ülnék, és ott lettem volna. Szerintem szerint ez a 35-ös objektív, gondolom én, de fél brutál. Tehát teljesen mindegy, uh -huh. hogy milyen fényviszonyok vannak az r 25600 és 20 ot szinte alig lesz rajta az hogy kurva jó. Durva. Hát egy Merkel kell is ilyen, mert kell, a azért nagyon nehéz jó fotókat lőni, már mint itt technikailag. Ha, egyetértek. Na, két csaj megvan? Nagyon durva, ez, ez, a, ez az ez, Brutális. A színe, oda néz a színeket, nagyon, nagyon durva. Egy Milyen meleg, milyen meleg, S érzem a nap melegét, hallod? Nagyon brutális. És ez nem nap volt, az a durva, szerintem. De basz. Szerintem de ezt basz, megvilágították, szerintem nem. Ha valószínű, ez meg van hát ha igen, mivel igen, ha bent egy, van. Ha ez egy, igen, ha ez egy videós szett, akkor igen, igen, de nagyon, nagyon durva. Brutális. Mellé kéne rakni, ami elkészült, ugye, forgatási anyag, és szerintem nem tudom miért, de köszönöm vissza, hogy nem lenne szerintem. Hát szerintem, ez tudjátok, hogy hát, durva? Ez a kép, ezt tudjátok, mikor lenne zseli? Ha ugyanez a szög, ahol a fotós, lekapta a jelenetet. Ugyanez a két modell, mind a kettő csukott szemmel, mosolyogva, összeborulva. Mekkora kép lenne? Igen. 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 Atya <laughs> úr. Kicsit, is be, kicsit egymás felébe van, nem? Hogy Aha, igen, le... igen, igen, igen. Hogy, mint ah. örülnének egymásnak, hát az... Mi néz meg a modellnek a haja, a ruhája, ez zseniális az egész, maga a környezet. Nagy, igen, a nagylány még, hogy bennéz a kamerába, az jó is, mert ugye a fotós Csak úgy, a kis lánya, a Az, igen, az ne, neki, zavar. neki, a lefele lenne. Igen, 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 igen. Ő a kamerából, mint hogyha ott instrukciót kapna. Pici mosolya, örülne ott, azt tök jól lenne. Igen, 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 kicsit így megvan a kon. De hát ez egy ilyen a... De egyébként maga a világítás, az parparádés. Tudom, hogy ezt nem a uh, csak így önmagában az, hogy kap egy ilyen nagyon természetes hatású fény. De a napfény lehet, az is tök jó, tehát teljesen mindegy. Videósok megoldják, hogy bevilágítják a éjjel is ugyanilyen, tehát teljesen mindegy neki. De nagyon jó lett. Figyelj, verkfotó, tehát, hogy itt azzal dolgozol, amikor éppen oda engednek. Persze, egyértelmű. Nem ő instruálja hát az embereket, olyan. egyértelmű. Úgyhogy igen, nagyon igen. durva, nagyon jól elkapta. Na, hát nézzük a merken, következő merken képet. tulajdonképpen dokumentálsz. Abszal, az, az, értem, mert az, mert az, az, elsődleg... legyen, az elsődleges a forgatás, szóval Sor. Te ott nem állítgathatod be az embereket, úgy... hogy hello, állj már vissza. Az baszna be. Első yeah. és utolsó megbízás. Biztos lehet be. Igen. Jó, álljuk le, a le győzőnek. Komolyan most figyelj már egy kicsit erre is, jó? Hát... Ide kérem a tekintetet, tudod? Jó Istenem. Következő kép? Laci, Laci kikérem, hogy kísérne a kollégát az autójához. Jó. Okay, hát ez nyilván tipik éven. Verk, szóval... Igen, ne is beszéljünk róla. Na, ott egy világítás. Hát igen. Jaj, jaj. Ja, hát ilyenkor kell ide a gép, ne... ugye, amikor nekünk, be van világítva valami, nincs. tökéletesen, ugye a... És, és, és mögött az estét is nek... lefotózod így. Egy igen, van. és neked neked mindent le kell fotózni, a... azt is, ami nincs kivilágítva. Szóval Sőt, nem is a az a baj, hanem kell tudod kell abit. úgy beállítani a gépet, hogy azt adja vissza, amit ott látsz? Hát, úgy nagyjából, Igen. Ja de most nyilván programautomatikára teheted a gépet, hát azért nem biztos, hogy azt fogja lefotózni, amit te ott látsz. Hát persze. Ez tök jó, az a kapálógéppel ott homokot egy kicsit átmozgatják, milyen jó már. Azért személyen beletették a filmbe is. <laughs> Micsoda, várj, hol, hol, vagy? Ja, a következő kép, jó. Következő kép. Háttérbe a daru. Mekkora, mekkora? Igen, jó, jó. Minden kell hozzá, hogy az eszel nem? Ja. Tök jó. Mobiltelefonos jó, kép, mutabodom. megvan? van? Fekete-fehér kép, következő. Nagyon nagy. Ha, ah, ez, na ez, nagyon jó amúgy. Selfie. Nem? Ez, 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 ez ízé lövünk egy selfie-t, pont elkapta, itt még nem volt izé forgatás, szóval ez profi. Ez mit a neki lett volna megkomponálva, nem? Hát tudod, amíg nem forog, addig te oda tudsz szállni, uh -huh. gyorsan lősz, amíg ő is lő egy selfie addig te is meglövöd, és uh -huh. utána már mehetsz is onnan. <laughs> ez mehet fel az Instagramra? Ja, ja, ja. Ez gondolom beállt oda, ahol amúgy az operatőr áll. Legalábbis én így szoktam, hogyha ilyesmi szitu van. Tök fekete-fehérbe tette a képet egyébként, Így úszik igen, 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 igen. a nagyon jó. Mekkora már, nagyon jó. Lovas kép? Brutál. Hát Itt ez se, ez se látod, menny, mennyire szépen lett hagyva, nem, nem lett ki uh, erőszakolva a kontraszt, Aha, meg a, a ménység a, a lovasból, hanem, hanem körülülölt a köd, vagy éppen a, a, műfüst, vagy bármi, és szépen ráesett a fény. Nice. Brutál, Melegszenek, nagyon jó, jó. jó. Látszik, hogy hideg <laughs> volt. Egy... Jó pofa. Igen, 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 igen. Ez is tök jó amúgy. Nagyítok, amennyire lehet, brutál. A textúra látszik mindenhol, ennyi. Nem akarom megint mondani, hogy milyen fényképezőgép, de <laughs> jó, nyilván tudja <laughs> ezt a Sony most nem akar most itt a Canon-t nagyon de azért, na, hát meg lehet ezt csinálni régi fényképezőgépen is, csak elhoz egy optika. No, hadd ha így forgatásra Ez a jó kép. kép amúgy. A sorozatban ez szerintem a legerősebb. Meg, mint verk is ott, amúgy. Há ez ott a, a, a stár, hommi. benne van a dinamika, vagy eljátszunk, nem tudom, talán egy robbanást, egy lövést, vagy egy... Bár, de jó. Ugye, ja, nagyon ja. Jó. Egy jó. egyébként. De mennyire jó a ruhájuk, basszus, imádom. Aha, tényleg, tényleg, Szervezünk olyan. egy ilyen fotózás látok mit szóltok hozzá? Nyomjuk. Be, beszéltünk róla, van egy, van egy nagyon jó barátom, is, nem középiskolába középiskolában, és ők ilyen hagyományőrző sztoriban nyomulnak. Szerepeltek már így a csapatként is több magyar filmben. Majd megosztok róla fotókat, és akkor szerintem biztos örülnének, ami egyszer kivonulunk, és csinálunk egy ilyet róluk. Na, hát meg egy videót is csinálunk. Zseniális. Next clip. A, visszatérve a kardoshoz, még menj vissza egyet, Gábor. A, ahogy a pont középen ezt a mákot, nem, hogy megcsillan a fény a kardon. Uh -huh. Nem hiszem, hogy ezt utómunkával rakta rá. Az nem, nem jó majd, tök, tök, tök. Jó. Hát Itt, itt ilyenek, egy verknél ilyeneket hát nem utómunkázó, hogy oda Hát rakd, főleg nem, nem egyik képnél. Szóval. Szerintem Ön, itt ja. naponta csinált egy két ezer képet alsó ha hangon, uh -huh. többet. Hát ki, ki hogy hozzá, igen, hogyha mondjuk az első ilyen verkmunkád, meg ilyen nagyobb produkcióhoz érsz, akkor lent, hogy... Akkor megcsúszik a kuplunk, kiválasztasz 12 képet, és az azért az nagyon hype vagy. Hogy... Nem az a baj, hanem amikor tehát... első verkedet fotózod, akkor mindent minden is, le akarsz is le. De fotózni. Ez, ez esküvő, tehát ez, sőt, ez durvább, tehát hogy ez inkább zsornaliszta sztori, tehát hogy itt aztán nagyon mindenre együtt kell mozogjál. Azt is tudnod kell, mi történik a hátad mögött, és azt is le kell fotózni, ami, ami melletted, ami mögötted, meg fölötted volt. Ja. Hát meg itt nincs nagyon szünet, szóval hiába a stábnak mondjuk szünete van, elmennek kávézni, akkor te mész velük, és akkor rögzíted, hogy ők hogy kávéznak, szóval, hogy kb. nincs 0-24 betolod, mert minden is számít, ami forgatáson kívül van, az is, szóval. Hát, vagy lemaradsz róla, érted, akkor. Hát persze, igen egy nagy izé nevetgélés ott a izé szedbe, és akkor arról már le is maradtál, ha te is épp kávézol. Úgyhogy nyilván nem egyszerű ez a verkes sztori. A következő ami amúgy tök jó, be van csomagolva a kamera. <laughs> igen. igen Megnézzük meg, hogy rajta vannak is ilyen kis guruló, is, szekérem. Jár, nagyon de. durva. Nagyon zseni. <laughs> hát látszik, hogy nem a török csinálják, na. Hát igen. Úgy, na, következő, következő képet nézzétek meg. Azért az erős. Alatta az egy pár sem. Matrac, hogy puhára Ja. De zseniális. Hát itt, itt minden van. benne van, van konkrétan, úgyhogy. Ja, és még a maszkos korszak volt, hogy a görcs álljon bele a nyakukba. Mármint nem a képen szereplőknek, hanem aki kitalálta a borzalom. És ennyi. Ez, ez ennyi kérben, Ezt ennyi. majd kivágjuk, igen, itt ja, nem. menjünk tovább. Minek vágjátok ki? Követ, ez a véleményem, nem az... meg mindenki. Hát figyelj, ez a képet ezt nem kommentálom annyira, egy darul látszik a világítás. Ennyi. Hát ez egy drónos kép, igaz? Uh -huh. És visszértünk az, az, az elejére. Ez most fölül, fölül nézetben És már csak még egy adag van Gergőtől, konkrétan 11 kép. Most van a puskás, amit mondott itt, a... Itt, itt a puskás, ez, ez brutál, tehát ez, 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 pont így elkapni. Főleg azon, hogy nézd meg a kis szerteszét szállók is kis foltocskákat, lőport lőpor foltokat, Aha. brutális. Ahogy ja, és ez még mindig ugyanaz a, forgatás. Ah, az megint a forgatása. Igen, igen. Hát igen. ezt nagyon elkapta, rettentősen elkapta, ez gyönyörű ez, az ez a kép. Ez, ez, ennek, ez hazament, meglátta, ez szerintem sírásig izé, nem? Hát ezt ah, nem tudom, úgy, de... Hát duram, hát ennek, én, én, nagyon, én most nagyon irigyis is vagyok. <laughs> Milyen két mebb nagyon ha, durva, nagyon durva. Ez, ez nagyon, ez nagyon durva. Hát én az, amikor valaki egyébként ott van agyilag, és figyel minden pillanatra. És, és jó a meg van az a ö, sorozatfelvételi képessége, hogy ezeket le tudja fotózni, ah. mert ezt mondjuk egy négy és fél képer másodperc biztosan fog lefotózni. Tehát, vagy nagyon nagy hát már Nem kapom már. Igen, szoktam mondani, hogy akkor kapjuk el inkább szemmel, nekem a jobban szokott sikerülni, de az akkor van, amikor beszámolunk egy, kettő, három most. Igen, abszolút. Ö, ja, ja igen, 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 de ez nem az volt. Ide hát kell igen, a, itt, kell az eszköz. Itt nem nagyon tudsz beszámolni. Bár valószínű a lövés előtt biztos beszámoltak, szóval tudsz készülni. Persze, fel kell venni a videósnak előző. is, tehát két persze. Ja, 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 igen. Hát a következő kép az meg, mint hogyha egy, nem is tudom, hát mondjuk egy filmben van kimágva, nyilvánvalóan, tehát hogy... Ennyi, így van, így van. De... Ez, egy, ez, egy screenshot, megállítottad a Netflixet, és akkor kész. Brutál egy hát egyébként. igen. igen. Jaján, tök jó. Én komolyan mellé a, kameraképet, majd megnézzük, csináljunk egy ilyen kis rövid mit szóltok? Jó. Hogy mit csinált belőle a, a az utómunkán a videós? Hát nem tudom, de ez, ez, kér, ez a kép, ez is Mit, kértek? Mit kértek tőle? Aha. Közeli kép? Itt ott. én, ezt nem, én ezt nem nézem tovább. <laughs> 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 7200. Ó, úgy Isten a következő, te jó hát Pedig Isten. a következő, az nagyon el van kapva az is. Ah, nem, hát ez, nem, ezt kikapcsolom. Melyiket nézitek csak, Jó. hogy tisztában legyek vele? A, 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 pisztoly lesz majd utána, a közeli kép után. Aha. És itt szóval ez, ez nekem ezt, nekem vajon, ez vajon mivel lőtték? Mármint, hogy ez nem izi utómunka, meg nem special effect, hanem... Ez nem, annyi, hogy nincs benne golyó, hogy Persze, de ez nincs az a gond, tehát berakod a puskaport, elnyomod, és akkor csak nagyon hogy ne kerüljön belőle, hogy semmi ne legyen a csőbe, mert akkor az kilövi. Ja, aha. Hát, hogy ez megvan erre a technika, meg hát... Meg nem, nem áll az is senki. valószínű, hogy igen, meg nem, nem hiszem, hogy ez a, ez a gyári töltet, csak nincs benne golyó, hanem ez direkt ilyen effektes sztori, hogy akkor meg legyen szépen így a fénye is, meg a füstje is, ja, de ez menő. már special effekt. Uh -huh. De durva egyébként nagyon, hogy miket, mi, tényleg miket meg nem tudsz örökíteni, hogy hát jól állítod be a masinádat. Tehát, hogy ahogy a torkolat tűz megvilágítja az arcot, az valami zseniális. A brutál, pont azt akartam mondani. Az, de Igen. ez egyébként lehet. Tehát, hogy a. annyira hát, mondjuk ott szikrázik ott minden ott. A hát hatalmas fénye, fénye van egyébként, is. persze. Feneset, Gyönyörű. Én, csak gondolnám, hogy mondjuk a pisztoly, meg a kéz az kit akar, de, de nagyon, nagyon durva. Brutális. A más nem, én oda, oda, oda egy cset, tehát, tudod. <laughs> ja. <laughs> Ez kész. Ezt megint, 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 festmény, megint festmény. Sz Szintén egy izé Netflix. Az, abszolút. Pont ezt a Netflix sorozat. Én ezt nem látom egyébként a hazai filmekben, vagy nem régen néztem magyar alkotást. Tehát, hogy én ezt nem látom ezt a fajta minőségi bevilágítást. A utómunkát, a grédet, tehát, hogy nagyon-nagyon egy, egy kifejezettem egy magyar stílus látok, ami, ami a sokkal sötétebb és a kontrasztot uh, már kimaxoló uh, végeredményt uh, prezentál. Hát nem így szoktak a magyarok. régen néztünk. Aha, magyar. Hát ugye a magyaroknál jellemző néztünk, az, hogy mindent szétvilágítanak, és minden extrém éles a képen. Itt meg pont, hogy van mélysége a képnek, és, és, és pontra világítanak, hát, ugye? Meg, igen, a igen, a igen, 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 igen. Az hogy... arcok is sötétek, tehát hogy ez nekem az. Meglátszik, hogy a modellt világították meg főként, mert ugye az arcán van a fő, a főfény, meg ott az egész Igen, emberen, De, de hogy jó, mellett, mellett szépen. Uh -huh. Brutál szerintem, gyönyörű. Jézusom a következőként. A, hát igen. Mehet a falra, ugye? Durva. igazi ilyen, ilyen verkeket lehet lőni? Most gondolj bele. Hát jó, mert bele látszik rajta. Azért itt a színek azok nagyon festményszerűek lettek de tök mindegy, mert egyszer olyan hatása van, hogy hagyat esel tőle, tehát zseni. Annyi egyébként, ami egyedül engem zavar, megmondom őszintén, ott az ablakban fölül van ott egy zöld rész, ami átlátszik, és az nagyon ilyen, nem illik bele nekem ebbe a képbe, ez a neon zöldes kékes valami ilyen kromatikus aberráció színnel ott fönt az ablak felső részénél. Ezt látjátok? Én ott nem látok bele zöldet. Hát ilyen zöldes kék. Fönt, ahol van a pasas üllent az a Na no, látom az egeredet. látom az egeredet. Itt fönt nézzétek ja. ezt a részt és az nekem ott fura. Ha az nem lenne ott, vagy az kap egy sárga szint atomdóra szerintem. Egyébként nekem ez a jobb oldala... Ja, oldalá... értelek, értelek, értem, értem, értem A jobb értem, oldala a, kicsit... a képnek az ha. sokkal hidegebb, mint a bal oldala. A bal oldalon van egy csomó, ugye beszülődő fény, van egy ajtó, meg egy ilyen ja, bar, hát, egy mondanom, ami aranyszínű, a másik oldal meg ugye ilyen szürkés, és lehú, lehúzva a színe, meg van egy ilyen felső rész itt az ablaknál, ami ilyen kromatikus aberráció, kékes zöld színe van. Ez engem például zavaró, mert én például behúztam volna az egészet, fullsárgába a, a jobb oldalt, a két a jobb oldalát is. De... de... semmiképpen, menj, mennyire menni, hogy megvilágít valamit a nap, és az, az így meg. Hát jó, csak élet. most néznek, hogy ahol... És, 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 hővel, és... és, és hát de pont azért, most gondolj bele, hogy ahol bejön a hát. napfény, ott nincsen színe, majd amit megvilágít lent, ott meg van, tehát hogy fura nem, vagy? Hát, de nyilván nem. Hát egyébként olyan, olyan mintha picit, picit árnyékban lenne, és ő direkt rátolt egy kicsi kéket, meg kicsit így vissza is hozta amúgy. Szóval direkt... nem, biztos, hogy így, így nézett ki a valóságba. Nem tudom, engem picit zavar, hogy nem egységes a fény az egész az képen, hanem az egyik oldala az teljesen más színű, a másik. De egyébként maga a kép az atondúrva szerintem. Nem, nekem, nekem így tetszik, nagyon jó. Hm. És a kövén Nézd amúgy a amúgy látni. Nézd meg a következőt. Az a egyébként, hogy nézzem a Gábornak a megosztását, és nem tudom, hogy a bűzét csodában van, de hogy neked teljesen más a, a szín. Valószínűleg, hogy a streaming program ugye tömörít, és felhúzza a kontrasztot. Azt ja, ott tudom. teljesen más amúgy. Azért így jó mindkettőt Ugye? Ja, <laughs> Aha, tényleg érdekes. Ja. Yeah. Ilyen kis technikai nyuanszok. Nézd meg a következőt. Uh -huh. Előző szett egy kicsit kieberesztve az objektív. Ja, nagyon jel. durva. Hát, azért... Jó, hát ez szemétség. Ez, ez igen, elfotozgat <laughs> az ember egész nap ilyeneket, <laughs> na. Még uh -huh. nem is meg olyan jól, még lehet, hogy akkor is elfotozgatnék ilyeneket egész nap. <laughs> Sőt, nem lehet, biztos. Most ennyi, de ezt majd vágjuk ki, mert akkor Gábort mostantól kezdve... Ja, mert megtalálnak vele. Az így ember kell. Gyere, barátom. <laughs> Jó, oké. Okay. Következő kép? Jó, köve... ez, ez, ezt mondom, bele megy, ezt el tudom viselni, így el a kislákemmel a, a... Azt is. Verke, verkek életvilágába. Utána a következő csapatos, ö, ö, csoportos lovaskép is. Ö, Nekem egy kicsit ott nagyon kék lett, nem? penge. Vagy nektek, nem? A... Kicsit hideg. Aha, igen, igen. Hi hideg. Igen, igen. Hideg, de hideg van. Hát Én csak vagy az. Igen. 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 Csak hogy a Én lónak a feje például, úgy... például, meg az egyik lónak a bal oldalnak például az egész szőr az nekem erős kék színű. És nem tudom, világítás volt ilyen, vagy utólag utó lett ilyen, de hogy fura, mert a jobb oldali ló meg például szép barna. Hm. Megint a te monitorodon nagyobb a mm, sztori, nálam, nálam kékebb az ló is. Lehet, ja, igen. Minimális van rajta, de az biztos, hogy a bal ló, ami fekete, az, az, ilyen kékes illás van nekem. Az is egyébként hozzáteszem, hogy amikor ott vagy és átéled, és hogy te is kockára fagyszek közben a, a képeknek a... Ja, és akkor a, azonban, a akkor lehet, lehet, hogy jobban, lehet, hogy jobban átjön, a, a, és amikor húzod a lehet. Színeket, akkor lehet, hogy tök tudat alatt már, 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 már azokat lövöd be. Lehet, 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 Megint győző. Aha. Meg egy haldokló <laughs> kolléga. Ez, ez egy tök jó lálkapot, kis életkép. Uh -huh. Abszolút. Legjobb a lovas utána. Brutál. ki a, sűrűködből. sűrű ködből. A sztoriból, de A ló levegőben. <laughs> Aha. A huszár az üvölt. Korda Te kezében. A itt rajta van. A, csak ilyen kérdés a kis botot, ami tartja a lovat, tudod? Nem ja, mondjuk egyedül, ami fura az a bal kezében a mobiltelefon, de... Mi? Vagy nem fura? Nincs is bal keze. Csak viccelek. <laughs> Nézem a képet, amit <laughs> Most már figyelek nagyon, hogy <laughs> itt közel átveszlek benneteket. Ugyanazt a képet nézem, de igen, oké. Okay. És utolsó jó, kép volt, volt egyébként. Ja, Vég akkor... Hát, Gergő, őszintén irigylünk téged, azért. Hát jár, na, jó, jó, jó lehet egy ilyen nagy kaliberű forgatáson ott lenni amúgy. Így, hogy... Egyrészt Végnézni is élmény, tehát most gondolom, hogy ott lehetett, lefotózhatta, tehát hogy jól nyilván dolgozott, de hogy önmagában azt, hogy ezt élőben láthatta, azért mekkora élmény lehetett neki, nem? Hát igen. Hát figyelj, ki tudja, a 22. ilyen produkció, akkor lehet nagy álmosan nyomod, és akkor nézve az órát, hogy mikor lesz már <laughs> bécszünet, Hát nem tudom, neked is. lehet, hogy én is nézném, de hogy alapvetően az, 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 az brutál szerintem. Gyönyörű Itt képeket csinált. amikor amikor 28 millió klipet forgatja itt a verkét, akkor mennyire élvezett, mint az elején vagy -e? Hát figyelj, De és is. Ha egy ilyen tipik kizi, ahol van egy szájszinkron, meg stúdióban vagyunk, meg stb., akkor úgy el van az ember, de mindig, tehát hogy általában, ha mondjuk valami különlegesebb klip, akkor nyilván érdekes megfotózni. Szóval ez függ a forgatástól, hogy most mennyire izgalmas a verk, úgyhogy udalmas az nem lesz, mert mindig jönnek ilyen új dolgok, amiket ki lehet próbálni, vagy új technika, vagy mit tudom én, szóval. De nyilván, ha, ha csak egy ilyen szájszinkronos story, meg stúdiós, akkor ugye annyira nem izgi, a, a Viktor, nagyon örülök, hogy sikerült így a Viktornak is uh, való csemegét itt bele csempészni a, a képek közé, nem? Abszolút. <laughs> ja, az elején a portéban nem nagyon tudok beleszólni, mert azt annyira nem szoktam tolni, de így a várk ha a kicsit Tehát, akkor vagyok, ha vagyok, hogyha hogyha végére marad, de akkor ez így, ez így benne van. Jó, szuper. Jó, hát végigértünk. <laughs> okay. Egyen rennyi volt srácok. Aztán majd írom a második kontentet uh, a csoportba, aztán majd jönnek a következő képek. Hát meg, meg az, mondanom, úgy is Meg a csoportba is írjuk meg, igen, mert itt, itt megkapjuk majd a magunkét, hogy egy helyre nem írtuk ki a igen, igen, igen. igen. csoportba. Ja. Ez ilyen gondos húzás volt, de majd a Gábor le akarja mondani, miért, miért történt így, majd esetleg elmondja, de... <laughs> hát egyszer hogy hogyha veszed a fáradtságot. Igen, hogy menjetek, menjetek az ő csoportjaiból is engem. <laughs> Ebben egyébként az én csoportomban mindenki benne van a kódnetelenő csoportból. Na mindegy, majd úgyis ott is megfuttatjuk okay. most. Jó, hát srácok, figyeljetek, ennyi volt. Szerintem köszönjük el a nézőktől. Uh -huh. uh, nem tudom, hogy nektek hogy tetszett. Én nagyon pozitívan éltem meg, hogy ilyen gyönyörű képeket nézhettünk végig, úgyhogy köszönjük szépen. Mindenképpen képeket. remélem hogy legközelebb akkor így élőben, meg közösben is tudjuk, hogy biztos, hogy más lesz úgy a hangulat, illetve hogyha a, én már nem alszok így bele a mozgásban, nekem ez még, még nagyon új, hogy <gül> <gül> ilyen, ilyenkor is felveszünk. Viktor lehet, hogy jobban hozzászokott itt az éjszakai forgatások miatt, meg a Gábor is, de uh, a jól jobban, tudom tegyek, akkor még leülni akkor. Én köszönöm, ja, meg kell ki dolgozni hozzá vagyok nekem, szokon, nekem ez ki, már... kivételesen korán kell. kell. Igen, szóval, igen, nekem pont. ez már itt a maximum, már a Netflix időnek is vége. Jó, oké, srácok, nagyon szépen köszönöm, illetve a hallgatóknak, nézőknek is, mert ez inkább nézős adás volt, hogy, hogy itt voltatok velünk a végéig. Tetszett, akkor nyomozok egy lájkot, és nézzük meg, hogy a következő ilyen adásra akkor mennyi képet kapunk. Küldjetek képet nekünk kontaktából, no. hashtag, tessék fel a fotokat, külön poszt formájában tegyétek ki a csoportba és egy content hashtaget tegyetek mellé, és a következő adásban ki beszélni a képeiteket. És nem kell félni, nem fogunk senkit sem meggyilkolni a képekkel, szimplán csak egy <laughs> szubjektív, objektív véleményt akarunk mondani róla, úgyhogy semmi extra. Így van. Így van. Na, hát köszönjük szépen, hogy megnéztetek bennünket, köszönjük komment szekciót tessék igénybe venni, és külden nekünk sok-sok információt a véleményetekről. Sziasztok. 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 <laughs>